Szerte Európában megérkeztek az első adag vakcinák, a legtöbb országba ugyanannyi dózist szállítottak, mint Magyarországra. Az arab országokban és Latin-Amerikában is az elmúlt napokban kezdték meg az egészségügyi alkalmazottak tömeges oltását. Katonai kísérettel érkezett meg Prága legnagyobb kórházába az első adag koronavírus elleni védőoltás szombat hajnalban. Az amerikai és német fejlesztésű vakcinából 9750 dózist szállítottak Csehországba. A tömeges oltást országszerte 6 különböző egészségügyi intézményben kezdik meg vasárnap. A prágai Motol Egyetemi Kórház igazgatója azt mondta, ez egy történelmi pillanat. Ez egy nagyon fontos lépés, a védőoltás a legjobb esélyünk arra, hogy visszatérjünk a normális életünkhöz, mondta a kórház igazgató. Franciaország is szombaton kapta meg az első szállítmányt. A 67 milliós országba 19500 dózis érkezett közvetlenül a belgiumi gyártósorról. A Brenner hágót átlépve karácsony napján Olaszországba is megérkezett az első adag vakcina szállítmány. A 60 milliós országba 9750 dózist szállítottak. Szerte Itáliában vasárnap kezdik meg az oltást. Először az ország csak nem 1,5 millió egészségügyi dolgozóját fogják beoltani. Péntek este lépte át az első vakcina szállítmány a görög határt. A 10 milliós országnak is 9750 adag jutott az oltóanyagból. Kyriakos Mitsotakis miniszterelnök azt mondta, az elsők között oltatja be magát az ellenszerrel. Nagylaknál lépte át a magyar-román határt az első 10 000 adag vakcina, amelyet vasárnaptól a romániai kórházak dolgozói kapnak meg. A román katasztrófavédelmi államtitkár kijelentette, új korszak kezdődik a járvány elleni küzdelemben. Mától 2 fronton harcolunk. Az első számú harc teret a vírus terjedésének feltartóztatása jelenti. A második front a védőoltás és megelőzés, reményeink szerint a végső megoldást jelenti, mondta az államtitkár. Maria Ramirez volt az első mexikói, aki megkapta a vakcinát. A főváros egyik legnagyobb kórházában az intenzív osztályon dolgozik. Egyelőre csak 3000 adag oltószer érkezett a latin-amerikai országba, de a tervek szerint január végéig további, mint egy más 1,5 millió dózist szállítanak Mexikóba. Chilében helikopterekkel szállították a Santiago-i nemzetközi repülőtérről a kórházakba az oltóanyagot. A 18 milliós ország 10 millió adagot rendelt, első körben azonban csak 10 000 adagot adhatnak be, ami 5 000 orvos és ápoló oltására elég. Argentínába is légi úton érkezett meg az első szállítmány. A Buenos Aires-i kormány azonban nem tudott megállapodni az amerikai Pfizer vállalattal, ezért a dél-amerikai országban az orosz Sputnik vakcinát alkalmazzák. 300 000 dózis érkezett a védőoltásból, ami egy friss vizsgálat szerint több mint 90%-os hatékonysággal működik. Élő adásban kapta meg a vakcinát Mohammed bin Salman, szaúdi trónörökös, az országban elsőként. A tervek szerint a lakosság mintegy 70%-át beoltják jövő év végéig. A szomszédos Kuvaitban is megkezdték az oltást, 150 000 dózis érkezett a 4 milliós országba. A 1,5 milliós Bahreinben is elkezdődött az oltási program, ott a kínai Sinopharm védőoltását használják, ami a vizsgálatok szerint 86%-os hatékonyságú.